A parlagfű az egyik legelterjedtebb gyomnövény Magyarországon. Egyetlen növény akár 50-60 ezer magot is hozhat, amely 30-40 évig csírázó képes marad. Egy növény akár 8 milliárd pollenszemet is termelhet, amely képes akár 100 kilométer távolságra is eljutni. Többek között ilyen ismeretekkel gazdagodhattak azok a diákok, akik részt vettek az idén 11. alkalommal megrendezett Ne heverj parlagon versenyen. Célunk az volt, amikor Jordán igazgató úrral először felvetődött az, hogy lépjünk túl csak a hatósági eljárásokon, hogy adjunk át ismereteket a parlagfűvel, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatban a lakosság irányába, és az az ötlet fogalmazódott meg, hogy a fiatalokon keresztül talán megszólíthatjuk az idősebbeket is. Bár általában a felnőttek nevelik a gyerekeket, ez az új fordított módszer komoly lehetőségeket rejt magában. Nagyon örülök, hogy vannak olyan agilis, lelkes és elhivatott oktatók, tanárok, akik felkészítik a gyerekeket, és nagyon örülök, hogy vannak olyan érdeklődő gyerekek, akik eljönnek, felkészülnek, ezáltal nagyon sok ismeretet magukba szívnak a parlagfűvel kapcsolatba, versenyeznek, és a végén ajándékokat kapnak. Ez is egy motiváció a fiatalok számára, hogy hosszú távon valós információkat tudjanak a parlagfűről. Így, ha felnőnek, talán már nem lesz szükség olyan komoly szankciókra és felderítési rendszerekre, mint amilyeneket most alkalmaznak a kormányhivatalok. Kiterjedt ellenőrzéseket végzünk, és kiszabhatjuk a nagy bírságokat is azokban az esetekben, amikor a földhasználó sajnálatos körülmények miatt ugye nem teljesíti a parlagfűmentesítési kötelezettségét, de azt gondolom, hogy hosszú távú, méreható társadalmi változásokat mégiscsak a szemléletformálással, a képzéssel és az oktatással tudunk elérni. A magyarországi nemzeti parkokat mutatja ez a térképrészlet, majd jöhetnek a témához kapcsolódó feladatok és kérdések, mint például, hogy mikortól a világörökség része a Hortobágyi puszta. A versenyen ugyanis nem csak a parlagfűvel kapcsolatos információkat kellett tudniuk a diákoknak, hanem a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések is előkerültek. A 11 versenyző csapat tagjai között volt rutinos, visszatérő versenyző is. Szerencsére nem vagyok allergiás, tehát rá nem nincs rá hatása. Annyit azt tudom róla, hogy allergén hatású, természeti károkat tud okozni a növényekbe, és sok ember, hát van ismerősöm, aki parlagfűre allergiás, és azért a szellegei megjelzi annak a szezonjában. Az egész napos verseny két győztese az általános iskolások között a zöldikék lett, míg a középiskolás kategóriában a Parlagi Manók csapata nyert.